Közel 12 kilométeres kerékpárút szakasz épül tavaly Mezőhegyes és Csanádpalota között. Ez a beruházás Pitvarost is nagy mértékben érintette. A fejlesztésnek köszönhetően a közlekedés sokkal biztonságosabbá vált, így számítanak a sportcéllal a túrázók számának növekedésére is. Átadó már ugye egy hidegebb időben ősszel volt, úgyhogy a nagy átmenő forgalmú kerékpározás még nem mutatta meg magát, de igazából már a évekkel ezelőtt kerékpárút nélkül is láttuk, hogy kimondottan sportolási szándékú kerékpárosok egyre többen vannak a környéken. Idegeneket láttunk erre kerékpározni, sőt konkrétan Makóról kerékpároznak ki felénk egy nyugodt környezetbe. Maga a kerékpárút viszont egy biztonságosabb lehetőséget biztosít majd mindenkinek. A település is azok közé a falvak közé tartozik a térségben, ahol fontosnak tartották a költségcsökkentés érdekében elvégzendő energetikai beruházásokat, így nagy mértékben támaszkodnak a megújuló energiára. Mostanra kimondhatjuk, hogy minden közintézményünk energetikailag fejlesztett, mindenhol, ahol csak lehet alternatív energiát használunk, valahol összetetten két vagy három funkció ötvözésével oldottuk meg a fűtés és egyéb energia problémákat, és már az utolsó intézményt is meg tudtuk valósítani, az idősek otthonát is felújítottuk. A polgármestertől megtudtuk, 2024-ben elsősorban útfelújításokat szeretnének még elvégezni, és folyamatban van egy járdaépítési beruházás is a településen, amelyhez eddig azért nem kezdtek hozzá, mert a szakasz érintette a kerékpárút építési területét.